2020. szeptember 19-én szombatoni Török Szent Miklóson egy igen különleges rendezvény indult el a délután folyamán, több hetes előkészületi munkát követően az első lábasi mezőgazdasági szakkiállítás, ahol nagy-nagy szeretettel köszönhetjük a Magyar Innovációs és Elektromos Sárműipari Egyesületet is. Mielőtt a mai szakkiállításra rátérnénk, előtte néhány szóban erről az egyesületről, hiszen igen érdekes összetétel, már a név is. Szeretettel köszöntöm. Hát én is köszöntök mindenkit. Az egyesületről azt kell tudni, hogy elektromos járműipari egyesületként indult, és az innováció később került a nevünkbe. Magától érthetődő módon, mert maga az elektromos járműipari fejlődés az innovációkra támaszkodva állandó megújulásba fejlődik arra a szintre, amit ma már úgy tudunk mondani, hogy itt van közöttünk. És azért is nem véletlen, hogy itt vagyunk, mert ugye a mezőgazdaságot is egyre inkább utol fogja érni az elektromos hajtás, és az elektromos hajtás körülötti innovációk, úgy, mint az önvezető járművek, és egyáltalán maga az irányítás technika, ami napról napra úgy fejlődik, hogy a mezőgazdaságunkat is utoléri. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság ugye lábasi óta mondható, a mezőgazdasági gépgyártás lábasi óta mondható, hogy elindult a fejlődés felé országunkba, és én azt hiszem, hogy az egész világnak sok mindent adtunk már kisebb és nagyobb innovációkkal, ötletekkel, gyakorlati megvalósulásokkal. Itt is láthatjuk, hogy mekkorát fejlődött a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági gépek sora. Már a Lamborghinit is találhatunk a traktorok és mezőgazdasági eszközök sorában, amit ugye eddig még csak a csodaautók körében ismert a nagy közönség. Itt, amiért nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, elsősorban az, hogy egyáltalán megrendelésre kerülhetett. Ennek az egyik főszervezője, talán a főszervezője, tagunk, ugye Petik Tibor, a Five Core-nak a tulajdonos ügyvezető igazgatója. Ő maga is egy nagyon ötletgazdag, aktív ember, aki nem csak ezt a ügyet szervezte meg, hanem az egyesületünknek is kiemelkedően jó tagja, és nagyon sok mindent hoz és tesz az egyesületért is. Ezért mi is igyekszünk megtenni érte mindent, és segítettünk neki a megszervezésbe. Ugye jelen pillanatban a pandémia miatt ugye tudhatjuk, hogy nem volt egyszerű, hogy egyáltalán ez megrendezésre kerüljön. Ugye elhalasztása a tavaszi időpontról mostanra végül mégiscsak sikerült megrendezni. Én azt mondom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert jó időt fogtunk ki, ez egy nagyon szép rendezvény lehet, a környezet nagyon kellemes, én úgy vélem, hogy egy nagyon jó rendezvénynek állunk elébe. Egyelőre még túl sok időnk nem volt, de ahogyan itt azért szétnéztem, a múlt, a jelen és remélhetőleg a jövő is találkozik ezen a szakkiállításon. Most önök, ön szerint a mezőgazdaságnak mekkora szerepe lehet például éppen most a COVID járvány kellős közepén? Nagyon nagy, és ezt mindenki tudja, akár egy néző, aki ezt a műsort majd nézi, vagy aki ide kilátogat, mindenki tapasztalja, hogy a magyar agrárium termékei, a gyümölcsök, a zöldségek mindig megmentik, amikor bajban van az országot, a népünket, minket, magunkat. Ugye sokszor felvetődik az a kérdés, hogy milyen érdekes, hogy megváltozott a paradicsom íze a piacon, mert ugye most hagyjuk, hogy honnan hoztuk be az olcsó zöldségeket és gyümölcsöket, de most a magyar piacra kerülő magyar termékek bebizonyítják, hogy a legjobb termékeket tudjuk az asztalra, a fogyasztó asztalára tenni. Mi magyarok saját magunknak. És ez nagyon segít az országnak, hogy nem vagyunk ráutalva a behozatalra, ha baj van. Akkor sem. A szakkiállításnak a szombati napja az igazából egy szakmai rész. Valószínűleg több olyan cég,
társaság, törökszentmiklósi, vagy éppen az országból érkező fog egymással találkozni, akik lehet, hogy egyébként eddig nem biztos, hogy beszélgettek egymással. Önök mit várnak ettől a naptól, akár mondjuk szakmai részről? Hát a kérdésben benne van a válasz. Hogy találkozzanak, beszéljenek, és fejlődjünk tovább. Ugye a magyar nép kreatív, a környezetünkben is olyan országok vannak meg, akikkel együtt működünk. Ők is kreatívak. Cseréljenek tapasztalatot, cseréljék ki azokat az ötleteket, amiket akár össze is lehet illeszteni, mert lehet, hogy ugyanazon a technológián az egyik végéről érkező ötlet segíti a másik végéről érkező ötletet, és így megvalósulhat valami olyan, ami még eddig soha nem volt. Ezt várjuk tőle, már magától a kiállítástól, a találkozást, azt, hogy minden rétege, minden válfaja az agráriumnak, akár a gépekről beszélünk, akár a dolgozókról beszélünk, akár a vetőmagokról, vagy a termékekről beszélünk. Minden jó, ha egyszerre egy helyen össze tud jönni, szakmailag is át tudják tárgyalni, hogy mire van szükségük, mivel tudják egymást segíteni, mi az, ami esetleg hibás volt eddig, és most újra kell építeni, vagy újra kell kezdeni, vagy ki kell javítani esetleg, ami nem jól ment, vagy esetleg együtt tudnak örülni a sikereknek. Ugye most ebben a covidos időszakban nagyon nagy szükség van arra, hogy tudják a piacot is megtalálni együtt, külön-külön, és itt tudják ebben segíteni, átsegíteni az embereket a nehéz helyzeten, és terméket tudjanak tenni az asztalukra. Én is szeretnék üdvözölni mindenkit a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat jóvoltából megrendezésre kerülő első lábasi innovációs és vidékfejlesztési mezőgazdasági szakkiállításon. Első lábasi mezőgazdasági szakkiállítás Törökszent Miklóson két napon keresztül. Mi vár a törökszent miklósiakra, akik ide érkeznek, azokra, akik kilátogatnak, érdeklődők, vagy éppen szakmabeliek? Üdvözlök én is mindenkit a szakkiállításon. Először is a polgármesterünk fogja megnyitni a rendezvényt, utána pedig lesznek különböző előadások. A Lábasi Alapítvány fog egy bemutatást tartani a gépgyártásról, illetve ennek a történetéről, utána pedig lesznek néptáncosok, lesz trombita előadásunk, lesz egy körbejárásunk a szakkiállításon, utána pedig jó hangulatú koncertek várhatók az este folyamán. Ez tehát a szombati nap, és vasárnap, amikor már a vásár is elkezdődik, és a vásár mellett zajlik maga a szakkiállítás, az miben lesz más, mint mondjuk a mai nap? A vasárnapi napon rengeteg előadás lesz, amikor is borászok, méhészek, hallgazdálkodók fognak különböző előadásokat tartani a méhekről, a mézről, illetve a pontnevelésről. Szakkiállításról beszélünk, és ez a címe is a rendezvénynek. Kik azok, akik már biztos, hogy itt vannak és megérkeztek? A szakkiállításon már megjelent a Tiszapüspöki határában lévő kukoricagyár is, a Lábasi Alapítvány és a Huminisz Kft. Képviseletében a területi képviselő is. Úgy vélem, hogy minden gondolat akkor ér valamit, hogyha ha kigondolják, azt meg is tudják valósítani. Valamikor tavasszal született itt Törökszent Miklóson néhány ember fejében az a gondolat, hogy Jászlókunszolnok megye közepén Törökszent Miklóson, de ha úgy tekintjük, akkor az Alföld közepén Törökszent Miklóson, egy hagyományosan mezőgazdasági vidéki településen szervezzenek egy olyan szakkiállítást, ahol a mezőgazdaság és a mezőgazdasághoz köthető feldolgozók, gyártók itt együtt mutassák be magukat, együtt mutatkozzanak be. A gondolat az ma megszületett, bár eredetileg májusban szerették volna ezt a rendezvényt megvalósítani, de mindannyian tudjuk, hogy a veszélyhelyzet miatt akkor nem lehetett rendezvényeket tartani. Aztán most sikerült itt szeptember második felében az első Lábasi János innovációs és mezőgazdasági vidékfejlesztési szakkiállítást megvalósítani. Én remélem, hogy ez egy első lépés, és ez folytatódni fog itt Törökszent Miklóson a jövőben is. Arról van információ, polgármester úr, hogy hányan érkeztek eddig, vagy éppen hogy kik? Szervezőket kérdeztem. Ha jól tudom, akkor 9 vagy 10 szakkiállító érkezett eddig. Gyakorlatilag jelentős részük itt Törökszent Miklós, illetve Törökszent Miklós környéki, akik a mezőgazdasághoz, vagy a mezőgazdasági feldolgozáshoz, mezőgazdasági gépgyártáshoz kapcsolódnak. A lábasi név nekünk törökszentmiklósiaknak nem ismeretlen, de valószínűleg Magyarországon sem, akik a mezőgazdaságban dolgoznak. Nekünk azért ez mégis egy fontos
nap és két nap lehet, hogyha mondjuk hagyományt szeretnénk ebből teremteni. Így van. Idén először került megrendezésre ez a rendezvény. Én bízom benne, hogy a mai napnak, illetve a holnapi napnak lesz olyan hozadéka, hogy jövőre és az elkövetkezendő években is meg lehet itt a Törökszent Miklóson rendezni, hiszen tényleg akik a mezőgazdasági gépgyártásban otthon vannak, és főképpen már az idősebb korosztályban élnek, és dolgoztak a rendszerváltás előtt, ők nagyon jól tudják, hogy Lábasi János kicsoda, és milyen ipartörténeti nevezetessége van neki, illetve azoknak a fejlesztéseknek, amiket ő a 19. században megvalósított. Itt Törökszent Miklóson gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az akkori Magyarország, tehát a történelmi Magyarország területén a gépgyártásban azt mondják, hogy az első igazi mezőgazdasági gépgyár az ő nevéhez fűződik. Addig korábban manufaktúrákban vagy kisebb, ma azt mondanánk, hogy egyéni vállalkozásokban dolgoztak. Ő volt az, aki azokat a fejlesztéseket, amiket kitalált, azt egy minél nagyobb, szélesebb körben kezdte el gyártani, és gyakorlatilag ahogy az élet hozza, hogy egy ilyen gazdasági fejlődés hozza, egyre több embert kezdett el foglalkoztatni, és tulajdonképpen kialakult az az ekegyár, amire később a 20. században több más is ráépült, akár az Öntöde, a 20-as, 30-as években autó szereléssel, autó alkatrészgyártással is foglalkozott az a hagyaték, az a gyár, amit az utódaira hagyott. Majd később a mezőgazdasági gépgyártás, azt lehet mondani, hogy a szocialista ipar egyik fellegvára Törökszent Miklós lett, és amikor a rendszerváltás után a egykori szocialista üzemet privatizálták, akkor gyakorlatilag a Klász cégcsoport vásárolta meg, és a Klász Hungária Kft. Néven ma Magyarország legnagyobb mezőgazdasági gépgyára itt van Törökszent Miklóson, és azt gondolom, hogy erre is, és a Lábasi névre is mi Törökszent Miklósiak büszkéknek kell, hogy legyünk, és az, hogy ez a innovációs és vidékfejlesztősi mezőgazdasági szakkiállítás ezt a nevet vette föl, én azt gondolom, hogy folytatni kívánja azt a hagyományt, meg azt az örökséget, amit Lábasi János Törökszent Miklósra hagyott. Első Lábasi mezőgazdasági szakkiállítás a névből adódik, hogy remélhetőleg lesz folytatás is, de mire erre rátérnénk, hogyan tudnátok összegezni az elmúlt két napot, hiszen lassan vége lesz a rendezvényeknek. Lassan vége lesz valóban. Körülbelül olyan fél háromig terveztük a vasárnapi napot. Tegnapi nap ugye szakmai nap volt, ott sok látogatóra nem számoltunk, voltak annyian, amennyit gondoltunk. Ma pedig ugye a vásár segít abba, hogy egy ember legyen a területen, ott is, itt is. Tehát jó volt a helyszínválasztás, jó volt az időpont választása is. Miközben mi most beszélgetünk, közben a háttérben előadás zajlik. Körülbelül hány előadótok volt? 7-8 előadó volt, meg lesz is még. Bemutatkozott a Székács, az iskolásmész.hu méhész előadás volt ezentúl. Ezután egy borász előadása fog következni. Most pedig éppen pont halakról hallunk egy szakmérnöktől. A szakkiállításon, ugye a szombati nap folyamán kik voltak azok a cégek, akik bemutatkoztak, vagy itt voltak? Ugye rövid időnk volt, alig 3 hetünk volt össze tenni ezt a programot. Attól a ponttól, hogy kiderült, hogy ezt a kiállítást megcsináljuk a mai napig. A KAL volt a legnagyobb kiállítónk, itt voltak tegnap. Prominensekkel képviseltették magukat, nagyon szépen köszönjük nekik, hogy emelték a rendezvény színvonalát. A Törökszent Miklósi kötődésű gépjárak vannak a háttérben, a Werner, az Agrokontakt, aki az RK-kasszákkal gyártja, illetve a Taurina volt még kint, aki szintén a Dunától erre a fejűzemek üzemeltetésében veszik ki a szerepét. Lassan-lassan véget ért két nap.
Nak milyen hozadékát látjátok? A legnagyobb hozadéka az, hogy lesz második belőle. Bebizonyítottuk, hogy lehet. Megösszállt egy olyan csapat, és ezt most nem csak a szervezőkre értem, hanem a körülöttünk lévőkből, akik már legközelebb nem egy hideghívással kell őket megkeresni, hanem már tudják, hogy miről van szó. Ők is ugye a világban élnek, tehát hálózatokban gondolkodnak, mindenkinek vannak ismerősei, mindenki hozza majd az ismerőseit, és ez remélhetőleg egy pár évben belül egy egész nagy rendezvényé ki tud itt nőni. Őszi vásár Törökszent Miklóson 2020. szeptember 20-án. Igazából az időjárás az most kegyes volt magához, ehhez a vásárnaphoz. Mit lehet elmondani árusok és a vásárlók tekintetében? Hát valóban az időjárás egy szavunk nem lehet, mert kellemes idő van, szél sem fúj, hőség sincsen, most már azt mondhatom, hogy kellemes meleg van. Az árusokon meg is látszik, mert szép számmal megjelentek, ahhoz képest, hogy ez idén most tudunk először normális körülmények között vásárt tartani, és azt gondolom, hogy a másik rendezvény itt párhuzamosan a vásártéren, ami a mezőgazdasági szakállítás, az is nagyon jó, hogy itt van, hiszen ott is vannak meghívott árusok is, meg előadók is, amik még vonzóbbá tennék. Viszont ehhez képest én úgy érzem, hogy azért az érdeklődés a lakosság részéről az én elvárásomhoz képest gyengébb, mint amit gondoltam, hogy fognak jönni. Ez pedig hatással lehet, ha jól sejtem, mondjuk a következő tavaszi vásárunkra? Hát ez mindenképpen így működik, tehát azt azért tudni kell, hogy egy vásár sikeressége nyilván a megelégedettségtől függ, és megelégedett az a látogató, aki kap olyan árut, olyan kiszolgálást, amit számít és megéri neki. De a másik oldal is igaz, hogy ha az árusnak nincs kellő forgalma, akkor bizony következő alkalommal egy olyan helyet fog kinézni magának, ahol erre nagyobb reménnyel mehet. Amikor újraindult a vásár, akkor ugye úgy került meghirdetésre, hogy állat és kirakodó vásár. Azt már az előzetes riport alapján tudjuk, hogy magát a disznóárusítást azt nem engedélyezték, viszont mi a helyzet a többi állattal? Hát nagyobb állatok, szarvasmarha, illetve ló az egyébként is a vásár területén nem szokott lenni, bár lovak azok most is vannak a kerítésen kívül. Nyilván ennek az oka, hogy ahhoz, hogy beljebb jöjjenek, ahhoz egy csomó engedélynek és orvosi papírnak kéne, hogy legyen a gazdánál, úgyhogy az kiesett. Sajnos a baromfi felhozatal sem olyan, meg az egyéb kisállat díszált felhozatal sem olyan, mint amit elvárhatnánk, de legalább néhány van, és hogyha a nézelőket tekintjük, akkor igen szép szám oda vonza az embereket, a kiskutya, meg a baromfiknak különböző fajtái. Úgyhogy, sőt, még pónilovak is vannak, bár ők nem értékesítés céljából, hanem simogatás, meg lovaglás céljából. Törökszent Miklóson két napos, de első lábasi mezőgazdasági szakkiállítás, ahol igazán fontos szerepet kapott és méltán maga a lábasi ipartörténeti alapítvány. A lábasiról elképzelhető, hogy nagyon sokaknak Törökszent Miklóson igazából az intézmény, az iskola jut eszébe, pedig hát lábasi nagyon-nagyon fontos nem csak Törökszent Miklósnak, hanem igazából egész Magyarországnak, sőt. Miért is akkora jelentőségű lábasi? Igen, jól mondta, hogy van róla jelzett iskolánk is, utcánk is. Igazából az ő jelentősége a magyar mezőgazdasági gépiparnak fontos abból a szempontból, hogy egyik úttörője volt a magyar mezőgazdasági gépipar megalapításának, hiszen az ismertebb nevek közül ugye felmaradt még mindig a Kühninek, a Moson-Magyarhoz kapcsolódó gyára. De hogyha jobban megnézzük, akkor itt ezen a keleti részen, keleti ország részen igazán lábasi volt az, aki megvetette itt a lábát és megalapította a magyar mezőgazdasági gépipart. Az ő gyára mind a mai napig az utódgyárak révén fennmaradt. Mai jogutódnak nevezhető a Klaas Hungária Kft., ami azt gondolom, hogy sajnos már nem magyar cég, de még mindig utódnak tekintető, és még mindig azokon az alapokon nyugszik, amelyeket ő rakott le annak idején itt Törökszent Miklóson. Lábasiról azt azért tudni kell, hogy nem Törökszent Miklósi. Ez így van, ő is ide bevándorlónak mondanánk ma, valamikor az 50-es évek előtt jött, tehát a Dunának a túlsó feléről, Fezékesfélek környékéről.
Viszont itt talált egy olyan mecénást, egy olyan uradalmat, az Almási Gróf uradalmát, ahol azt gondolta, hogy meg tud telepedni, és az idők őt igazolták, mert nem csak, hogy megtelepedett, hanem saját magának a tehetségét ki tudta bontakoztatni, mint önálló kovácsmester. És hát ő maga sem gondolta, hogy miféle fog ez alakulni, azt gondolom. De az idő is őt igazolta, sőt, mind azok a családok, akik az ő idejében elkezdték az ipari mesterségeket tanulni, azok mind a mai napig még itt élnek a városban, a leszármazottaknak jelentős része, nagy kötődése van ez a céghez. Hát sajnos az idők kicsit mások már, mint akkor voltak, de bízunk benne, hogy egyszer még ismételten tud magyar tulajdonban kerülni egyszer, és akkor talán a magyar iparnak, a magyar mezőgazdaságiparnak megint egy felegvára lehet még, mint egy magyar cég ez a vállalat. A lábasi hagyatékából mi az, ami fennmaradt, tehát ami kézzelfogható? A kézzelfoghatóság szempontjából itt a városban és a környéken jó néhány a gyárban, illetve utódjában készült ekék, mezőgazdasági eszközök azok, amik megmaradtak. Nyilván maradt fönn egy-két fotó, egy-két dokumentum, amelyeket inkább a különböző irattárakban lehet megtalálni. Azt gondolom, hogy ez egy komoly kutató munkát igényel, hogy ezeknek utána járjunk. Részben ezek már is kezdődtek, az idők aztán persze, meg ez egyéb elfoglaltság miatt ezek kicsit talán háttérbe szorultak. Viszont amit tudni kell, hogy az alapítványnak a valódi létrehozója, a Pál Fisten, aki sajnos már 2 éve ezelőtt meghalt, ő nagyon szépen gyűjtögette azokat a dolgokat, amelyeket felkutatott és megtalált, illetve azokat a dokumentumokat, amelyeket a Klász megalakulása idején igyekeztek volna mondjuk eltüntetni, nevezzük így, azokat ő összegyűjtötte, és nem hagyta a veszendőbe menni. Némi közöm azért volt hozzá, akkor éppen én lábas iskának voltam az igazgató, és sikerült ezeket úgy szekrényestől mindestől begyűjteni, összegyűjteni. És az a gyűjtemény ma is megtalálható, és bízunk benne, hogy az elkészülő Klein házban, ami majd elvileg otthont fog adni ennek a lábasi alapítványnak, abban egy része látható lesz ezeknek a dokumentumoknak, amelyek azt gondolom, hogy mind ipartörténeti szempontból, mind egyéb szempontból olyan fontosak a városnak is. Az alapítvány részéről ön előadással készült, viszont sátorral és nagyon sok minden mással is érkezett az alapítvány. Mi az, amit most ide a szakkiállításra kihoztak? Amit ide kihoztunk, az tulajdonképpen 2 része bontató. Egyrészt vannak olyan tárgyi eszközök, amelyek az egykőgyárban vagy utódaiban készültek, illetve van egy sátrunk valóban, ahol a meglévő dokumentumokból igyekeztünk szemezgetni nem sokat, nyilván csak egy figyelemfelkeltés szempontjából, hogyha valakit érdekelne, akkor talán nézze meg, vagy jöjjön el, keresse meg bennünket, hogy meg tudjuk mutatni, hogy van még más is, ami érdekelti, illetve az egyik elnökségi tagunknak, aki már régóta támogatja az alapítványunkat, van egy saját gyűjteménye, ami nem csak nyilván az ekékből áll és a mezőgazdasági eszközökből, hanem egy tűzikovács mesterséghez kötődő szerszámból is, és azt hiszem ő majd fog tartani ilyen kisebb fajta bemutatót is a jelenlévőknek. És akkor itt szeretném megragadni az alkalmat, hogyha bárkinek vannak ilyen régi-régi eszközei, mezőgazdasági eszközei, amiket a mi telepre szeretne kivinni, azt megkérjük, hogy ne vigye oda, inkább próbálj nekünk felajánlani, és talán meg tudunk egyezni abban, hogy ez ne menjen veszedőbe, ne menjen be, ne olvasszál be a kohókba, mert igazából így még érték, utána meg pedig már sajnos az enyészetnek mondható. Törökszent Miklós idén ünnepli a 300 éves fennállásának az évfordulóját, és igen fontos része a városnak, lábasi féle ekkegyár, az utódja, meg maga az egész mezőgazdasági alapot tulajdonképpen ő teremtette meg itt a városban. Az alapítvány esetleg mással összefogva nem tervez valamiféle kiadványt mondjuk így a 300-as emlékévre, vagy a következő évekre? A kérdés nagyon jogos, mert mint ahogy mondtam, Pál István, mint alapító, neki nagy elhatározása volt, hogy meglegyen ez a kiadvány, elkészüljön. Mind a mai napig nem készült el, nyilván sok-sok összetevője van. A jelenlegi kuratőm úgy gondolja, hogy valamit kéne valóban kiadni. Igazából mindig az a kérdés, hogy miről szóljon. Olyan nagy terjedelmű kiadvány talán nem biztos, hogy érdemes kiadni. Könyv szempontjából érdekes lehet az, hogy valóban nyomtatott formában kell jelenjen meg, vagy elektronikus könyvként, hiszen a nyomtatott formához elég sok pénze van szükség. Tudni kell, egy könyvírás elég sok időt bekerül igazából. Ezen gondolkodunk, illetve azon is gondolkodunk, az is felvetődött már, hogy a Pál István, mivel egész életében a gyárhoz kötődött, meg a városhoz, rengeteg fotóval rendelkezik, és ezt a fotógyűjteményt kéne átböngészni, és kiadni egy olyan fotóalbumot, ami a városnak a fejlődési tőle járt, mondjuk az ő
idejében, mondjuk hogy az 50-es évet egészen mondjuk a 2000-es évekig. Hát aztán meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, illetve nekem van egy olyan elképzelésem is, hogy itt az előadásra is mondtam, hogy megvannak nekem azok a szabadalmi gyűjtemények, amelyek mondjuk az 1800-as évek végétől egészen napjainkig megtalálhatók a szabadalmi hivatalban, és abból kigyűjteni mondjuk a városhoz köthető, vagy éppen a megyéhez köthető szabadalmakat, és mondjuk ezt egy elektronikus formában kiadni. Nem tudjuk, az idő majd eldönti, hogy melyik lesz ebből megvalósítva.